Ahogy a ma aktív magyar hajóépítő mesterek közül sokan, ő is célra törő versenyzőként kezdett hajójavítással, majd építéssel foglalkozni. 1954-ben született. A 70-es, 80-as években a magyar olimpiai finn mezőny elismert alakja, válogatott versenyző volt. Első finn dingijét 1986-ban építette, és azzal svájci bajnokságot nyert. Ezután kezdett komolyabban foglalkozni a hajóépítéssel. A Bánki Donát Műszaki Főiskola, egy edzőképző tanfolyam és egy hajóépítő iskola elvégzését követően a maga elé tűzött céloktól hajtva önmagát képezte nemzetközi szinten is elismert hajóépítővé. 1989-ben Josef Steinmeier svájci műhelyében dolgozva ismerkedett meg a kishajó építésben használatos legmodernebb technológiákkal. Úgy voltam vele, de még ma is úgy vagyok, hogy bizonyos munkákat, ha megtanulhatnék, elmennék ingyen is. 1990-ben egy garázsban kezdte tevékenységét. A műhely és termékeinek neve gyermekkorában ráragadt Bece nevéből származik. Klubtársai nevezték el lópatának, ami az évek során patává egyszerűsödött. A pata finneket egyre jobb minőségben gyártotta. Új-Zélandról vásárolt karbonszál erősítésű műanyag árbóc készítő technológiát. A pata finnekkel versenyzők az elmúlt két évtizedben világ és Európa bajnoki helyezéseket, három Masters világbajnoki címet nyertek. Karbon árbócával a szlovén Ivan Kljakovic Gašpić Európa bajnok lett 2009-ben és 2010-ben. A tőle vásárolt építősablonokban és technológiával indult meg a finn dingi gyártás Brazíliában és Dél-Afrikában is. 2011-ben egy Marseille közeli hajógyár a modern műanyag kompozit építésben élen járó H2X felkérte, hogy embereivel vákuuminfúziós technológiával tengeri hajókat építsen Franciaországban. Jött egy kuncsaftom, akit nagyon gyorsan kellett kiszolgálni, és ezt a hajót leszállítottam Franciaországba. A hajó nagyon jó referencia volt, és két évre rá ez az ember engem megkeresett, hogy hát tudnék-e egy kicsit nagyobbat is csinálni, mint a finn dingi, és hogy érdekele. Ez körülbelül egy kávé volt, aztán másnap reggel egy francia versenyen kicsit tovább beszélgettünk. A lényeg az, hogy hét emberrel kimentem Franciaországba, megalapítottam a Patamarin Kft-t, és ez a Patamarin Kft. Elkezdett egy André Marró nevű óceánjárót építeni, ami hát magyar viszonylatban óriási hajó, egy 43 méteres, kétfedélzett soros, ma már körbehajózta a földet legalább másfélszer. És elindult egy másik karrier, egy ilyen tengeri hajók építése, nagy hajók építése. Az André Marró óceánkutató hajó sikere óta Antal Gábor embereivel számos nagy hajót épített La Ciotában. Haditengerészeti vontatót, kikötői pilothajót, utasszállító katamaránt, búvár kiszolgáló hajót és 2013-14-ben egy még nagyobb óceánkutató hajót. A vitorlás építésben sem tétlenkedik. Amellett, hogy Budapesten továbbra is épülnek a pata finnek és árbócok, a H2X gyárban a Pata Marin végezte 2012-ben a világ leggyorsabb óceáni vitorlása az Hydropter átépítését és felújítását. 2014-ben pedig neves francia tervezőkkel együttműködve speciális A-CAT versenyvitorlás gyártásába kezdett.